Az egri csillagok egy súlyos regény, mármint kilóban. Gárdonyi Géza történelmi regénye a 16. században játszódik és elég részletesen taglalja az akkori Magyarországon történteket. Ez annak is köszönhető, hogy az író több módon is készült arra, hogy megírja ezt. Tanulmányozta a korszakot, a kor irodalmát és persze kisfiával is rendszeresen járta az egri várat. Történelmi regény mellett ifjúsági regénynek is számít, a benne levő számtalan fordulat, váratlan események tömkelegétől pedig kalandregénynek is nevezhető. A regény öt részből tevődik össze. Abból az első háromnak a cselekménye több szálon fut, amiben egy szerelmi történet és egy történelmi rajz, egyfajta korábbrázolás keveredik. A mű központi témája Eger ostroma, ami az utolsó két részben elevenedik fel. A történet főhősei Bornemisza Gergely, Cecei Éva, Dobó István kizárólag jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Ők a regény igazi példaképei, míg a többi szereplő hemzseg az egyszerű emberi hibáktól. Több olyan szereplőnk is van, akik például csak a maguk hasznára akarják fordítani a dolgokat, önös érdekekből cselekednek. Ilyen például Móré László, aki a törökökhöz áll, Hasszán, aki mindig egyre magasabb babérokra akar törni, habár tudjuk, hogy esze az nem sok van hozzá. Az egyik legrokonszenvesebb segítője a történetnek Sárközi, akit Gárdonyi úgy próbál humoros figurává avanzsálni, hogy a maga egyszerűségével állapít meg dolgokat, és azt úgyis egy sajátos, népies nyelvjárásias beszéddel teszi. A török szereplőkről ugyan sokat nem tudunk meg, ellenben Nyumurdzsák elég részletesen van ábrázolva, aki az elveszett amulett okán Gergely és Éva ellenségévé válik. A regényben elképesztően sok motívum van, ilyen például a rabság és a szabadság, ahogyan az gyakran megjelenik a cselekményben. Erre jó példa Török Bálint rabsága, vagy az, hogy Nyumurdzsák elrabolja Évát és Gergőt, vagy éppenséggel Gergő és Éva fiát. Vagy amikor árulhátulóznak a szereplők és persze a hölgyet is férfinak öltöztetik, ez is például egy fontos motívum, tárgyaknak is kulcsfontosságú szerep jut a regényben. Ilyen Nyumurdzsák gyűrűje, ami voltaképp egy amulett, amihez az a tulajdonság is tartozik, hogy viselőjének szerencsét hoz, megvédi minden rossztól, de még ott van Gergely kardja is, amit Dobó Istvántól kapott. Ez a fiú felemelkedését szimbolizálja, hogy egy jobbágy gyermekből igenis lehet katona. Mindezen elemek, a szereplők, a motívumok, a tárgyak mind azért felelnek, hogy megőrizzék azt az egységet, amit a több szálon futó cselekmény alkot.